És neki az egyik testvére itt, hát zombán plébános, és 25 éves papi jubileumát ünni, és meghívott, hogy jöjjön kes. Hát ugye én mindig a legkisebbeket kell legjobban szeretni. Moldvai csángók azok, azt hiszem az össz-magyar nyelvterületen talán nekik volt a legmostohább történetük, és ezért én gondoltam, el is fogok jönni, hát egy kicsit biztosan imádkozom ottani plébánosért. És akkor mondták, hogy falunapok vannak, és hogy jöjjek el. De a falunapnak igazából az a lényeg, hogy közösségi formája a falunapokit, hogy összetartozunk, hogy egyek vagyunk. Nem tudom, hogyha tudják-e, hogy a mi Úr Jézus Krisztus nyilvános működését mivel kezdte? Mi volt az első munkanapján? Mit csinál? Írt egy nagy pályázatot az Európai Unióhoz, a világ megváltásának infrastruktúrális fejlesztésére. De látom, nem hiszek el neki. Az atyám biztos nem így mondta. Hát akkor csinált egy nagy szószéket, felálltott, és elkezdett prédikálni, és kiosztani mindenkit, hogy mit, hogy kell csinálni. Nem ezt csinálta. Mit csinál? Mire kezdte Jézus a nyilvános működését? A kánai mennyekből. Hát még azzal sem. Feljött a vízből, ugye, kitörölte a szeméből a Jordán folyónak a vizét, és ott volt két nemzselő fiatalember, és Mester, hol az? Gyertek, nézzétek meg! Közösséget formált, közösséget épített, és úgy, hát én vettem a fáradtságot, és beírtam. És hát ugye, azt mondja, gyertek, nézzétek meg, hol van. Beírtam a keresőben, Jordán folyós Názáret. Mit gondolnak, mennyi kilométer van? 52. Hát egy jó séta, nem? Gyertek, nézzétek meg, hol van. Haza kísértette magát Jézus. És szeretem magam elé képzelni. Tudják, mi mindig mondják a teológián és máshol is, elmékedni, szemlélődni. Tehát az mindig valami nagyon komplikált dologra gondolnak az emberek, holott kicsit olyan, mint a gyerek kifesti a kifestős könyvet, hogy ül, és akkor képzeljük el, hogy ők hárman sétálnak. András, szóval János és András. Hát János apostol, hát akkoriban 13-14 éves surló kölyök lehetett. Nem, tehát nem voltak nagy, hát ugye sokáig még 60 évvel túlélte Jézus, tehát ebből kiszámolják, hogy körülbelül mikor született, tehát fiatal kölyök. Valószínű András sem volt sokkal 18, valami ilyesmi legény, és elkísérik. Útközben megálltak egy pohár borra, hogy volt-e ottan, hát valószínűleg meg pihentek azért 52 kilométerre, jó séta, nem? Mert mindig csodálkoztam, aznap ott is aludtak, hát olyan csodálatosan aludtak volna ott, ekkora séta után. És képzeljük el, hogy megérkeznek, és Jézus ilyen nagyon kúrjant, hogy édesanyám, gyere meg, hát hogy mondjam, hoztam két titán, felváltom meg a világot, na egy kicsit tojás álltotta, nyami, valami, készítesz el a fiúknak, és akkor, hát Mária, puszi, elé, és na, hogy vagyok, és bemutatkoznak minden, na foglaljátok helyet, hozok egy kancsó bor, elé a konyhába, ott a sertetek, az edények között, ott a tojás váltott, ágyse főzeléket, valamit főz, közben Jézus tölt egy pohár bort, a fiú gyertek, nyomjuk rá az útporát, hát tudjátok, menjél a gyerekküdöt, hogy váltsuk meg ezt a világot, de nem kell megijedni, nem vagy ügy. Egyszerűen elmegyünk, minden embernek elmondjuk, hogy jó békébe, szeretetbe, jó testvérekként élni, mint veszekedni, mint szivakodni, az sehova nem vezet. Ötödiknek az asztalhoz, hát valószínűleg már József akkor meg volt halva. Tehát hangulatos volt, és aztán elindul a nagy mű, világ megváltása, közösség. Tehát nagyon fontos Jézus számára az, hogy nem egyedül, együtt, csapatban, közösségben, családban, összetartó, falu közösség. És ha megnézik az egész életében, Jézus folyamatosan gyűjti az embereket maga köré, barátkozik, és olyan
csinálja. Lyukkal, rosszakkal, mindenkivel szóba áll Jézus. Zakeus, gyere arról a fáról, mert ezzel van még leeső, összetöröd magad. Gyere, ma nálad szeretnék megszállni. Milyen szép ez a történet. Képzeljük magunk el, ugye, az egész történetet, ugye, Jézus megy Jerikó felé. Hát képzeljük el, Jerikó, ez egy nagy város, ez több ezer éves, a világ egyik legrégebbi városa, és hát a vár falon belül ott se fa, semmi nincs, ott a ház hátán van, és hát a vár kapuja előtt ott egy nagy tér, ott van a piactér, adnak, veszik, keleti bazár, minden van. Hát persze ott vannak a pénzváltók is, mert hogy mondja, hát a rómaiak is, ahogy szedtek adót, ahol tudtak, ugye az időben nem volt áfa, másképp intézték el, de mindig a nagykutyák, azok mindig megkapják a maguk kis részét, és hát, hogy mondjam, ott vannak a kódusok is, Bartimeus, úgy született vakon. Hát abban az időben, 2000 évvel ezelőtt a szociális juttatások elég gyengék voltak. Nem volt nyugdíj, nem volt semmi. Gondoljunk, egy kódus rongyaiban ott ül, és kezdenek beszélni az emberek, ott jön a mester, fehér ruhába, az apostolok körülötte, minden, meghallja ez az ember, és elkezd kiabálni. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajta! Na, mondják, fogd már szállod, ne idétlenkedjen, nem hozzád ér most. Na, de ő még hangosabban kiabál. Csak odaér Jézus, és képzeljük el, hogy ott van a földön, rongyaiban a szerencsétlen ember, Jézus mellette fehér, szép ruhába, körülötte, szájtáti nép, az apostolok, az apjós, a fatetejek nézők, mi lesz itt, mit akarsz, mit tegyek, add, hogy lássak. Milyen rövid, tömör imádság, nem? És Jézus megáldja, imádkozik fölötte, kinyír a szeme. Most képzeljük el, hogy ő vakon született, és most lát színek, formák, a lelkezd sírni, kiabálni. Biztos, hogy ott mindenkinek a hátán van, hideg így futkolász, lesz fel. És akkor mondja Jézus Zakeus, hogy gyere, mert ma nálad szeretnék megszállni. Hát persze mindenki megfogja a ruháját, gyere mester hozzánk, feleség, olyan vacsorát főzött, olyan nem is etti, hagyd a csodál, ez egy lökött vámos, nem érdemes, kapsi, önző, és korrupt, mindenféle lehet mondani róla, mert végül ő is beismerte, hogy nem éppen jó fiú. És azt mondja Jézus, nem. Hát, menjek országába egy megtérő bűnösnek, nagyon öröm van, mint 99 igaznak. Hát az orvos, hát a beteghez kell. És belekarul Zakeusba, elmennek, és képzeljük el, bemérjük, bemennek a házba, Zakeus bemutatja az asszonyt, a gyerekek, na kis buksi, hogy hívnak? Közben Zakeus mondja a feleségnek, hagyjuk, menj hamar valamit, gyúkot vágj meg valamit. A mester van állunk, szóval most gyógyította meg a el sem tudom mesélni ez a, emlékszel, tudod, ez a Bartimeus, ez a vakáv, meggyógyul, lát, kiabál, mit tudom én, na, mester. És leülnek, beszélgetnek, és direkt hosszan olvastam mind a négy evangéliumot, hogy valahol Jézus szidja ezt az ember, hogy azért Zakeus, hogy a pofa kell, hogy így beindul az emberek zsebébe, meg ez az. Nincs ilyen. Sehol nem mond semmi rosszat. És végül Zakeus feláll, és azt mondja, mester, bocsánat kérek, akit megbántottak annak, háromszor annyit adom, amennyit elvettem tőle, de amúgy úgy gondolta, a vagyonom felét szétoztam a szegények között. Milyen szép. És azt mondja Jézus, igen, ma üdvösség költözött ebbe a házba. Boldogság.